Gámos kisvárosában, a Royal Hotelben szálltunk meg. Ez egy igazi hotel, ott van a kis néma segédünk, Csilla. Van egy recepció, ahogy bejöttök. Van egy ilyen kis lobby jellegű rész. Mi a szállásunkat a második emeleten kaptuk meg. Ami igazából, hát annyiban volt nagyon jó, hogy hátrafele nézett az ablak. Így nem volt egyáltalán zajos. Nem hallottuk be az utca zaját. Ezt a szállást még 2700 forintért foglaltuk éjszakánként, kettő főre. Elég jó áron volt, ahhoz képest, hogy mennyiért is voltak itt szállások. Több szoba van minden emeleten, több fajta szoba van minden emeleten. Mi valószínűleg nem teljesen olyan szobát kaptunk, amilyet foglaltunk, de igazából ennyi pénzért nem problémáztunk rajta. Például vannak itt ilyen szobák is, ezt most gyorsan megmutatom nektek. Ez egy, ha minden igaz, akkor deluxe szoba. Superior deluxe szoba, ilyen fürdőszobával. Viszonylag nagy térrel. Hát a mi szobánk az picit kisebb volt. Mutatom nektek. Itt van egy ilyen tök jó kis előtér, ahol mit igazából sajnos nem használtunk ki, mert hát nem volt rá alkalmunk. Maga a hotel talán 3 emeletes. A legtöbb szoba klimatizált, ezt itt tapasztaltuk. Szerencsére nekünk is volt klímánk. A mi szobánk az a 214-es szoba volt. Ahogy egy bejövünk, akkor van egy kis ágyunk. Volt egy ilyen kis, hát, vagy jellegű valami. Volt klímánk, ventilátorunk, egy kis íróasztalunk tükörrel, egy kis old school tévénk, amit be se dugtunk. És volt még egy fürdőszobánk. Hát a fürdőszoba semmi extra tényleg. Ami érdekes volt, hogy kettő zuhanyfej van. Az egyik jön meg, a másikon csak hideg víz. Szóval ez volt a mi szállásunk itt Battambangban. Jó volt, mert igazából amit kellett, azt tudta. Ugyanakkor én nem feltétlenül szállnék meg újra itt, de nagyon tiszta volt. Rendben volt a szállás ilyen szempontból, teljes mértékben. Illatos volt az ágynemű. Úgyhogy ebből a szempontból ajánlani tudjuk, és olcsó volt.